A Török Bálinti Tüdőgyógyintézet október 5-től október 15-ig tüdőszűrést tart Üllőn. Jogszabályváltozások miatt a szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a díja 1700 forint, amely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A részletekről a hatósági iroda vezetője tájékoztatott. Ebben az évben is, mint szokásosan korábban is ősszel, itt helyben szervezzük meg a tüdőszűrést. Kitelepül a Török Bálinti Tüdőgyógyászati Intézet, és október 5-től 15-ig tart itt nálunk, a közösségi házban lesz, a Gyömrői út 24 szám alatt. A 40 év feletti korosztálynak ingyenes a tüdőszűrővizsgálat, 40 év alattiaknak és akinek munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges a tüdőszűrés, 1700 forintot kell fizetni, amelyhez a helyben kapnak csekket. Milyen okmányokkal kell rendelkeznünk, mielőtt elindulunk ide? Mindenkinek vinnie kell magával a személyi igazolványát, a tajkártyáját, és a lehetőleg az előző évi tüdőszűrővizsgálatról szóló kis igazolását. Ezen kívül 14-18 év közötti fiatalokról is beszéljünk, hiszen számukra egy másik okmány is szükséges. Igen, 14 és 18 év közötti gyermekeknek tulajdonképpen is lehetőség van a tüdőszűrővizsgálatra, ingyenesen, ehhez azonban szükséges a számukra beutaló és szülői hozzájáruló nyilatkozat a vizsgálathoz. Említette, hogy október 5 és 15-e között, pontosabban mikor, tehát hétfőtől péntekig, mikor kezdődnek ezek a vizsgálatok? Mindössze 10 napig tart a tüdőszűrés. Az első napon, október 5-én délben, 12 órakor kezdődik és 6-ig tart. Ezen túl minden munkanapon, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napokon 8 órától 18 óráig tart a szűrés. A tüdőszűrőn való részvétel nem kötelező, csak ajánlott. William.